Azonnal jelentettem a vasutas település helyi közössége elnökének, hogy intézkedjen ez ügyben, valamint a rendőrkapitánynak is írtunk egy kérvényt. Tulajdonképpen ebben a kérvényben megfogalmaztuk azt, hogy migráns csoportok várják az autóbuszt itt az iskolával szemben lévő autóbuszállomáson, és kérjük a segítségüket olyan értelemben, hogy reggel 7:30-tól este 3-7-ig, ameddig tanítás van az iskolában, rendőrök járőrözzenek az iskola előtti útszakaszon. A migránsok tanítványokat szerencsére nem bántalmaztak, dolgozóinkat sem, az iskola udvarba, az iskola épületébe migráns még eddig nem jött be. Én úgy érzem, hogy mi mindent, ami a gyerekek biztonságát illeti, megteszünk. Az iskola épületébe idegen nem léphet be, tehát mindenkit igazoltatunk.